Több mint 370 millió forintos támogatást nyert a Nyíregyházi Egyetem egy újabb projekt megvalósításához. A projekt céljai közé tartozik, hogy növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát, valamint színvonalas és minőségi oktatást biztosítsanak a hallgatóknak. Köszöntöm a stúdióban Nagy Zsoltot, a Nyíregyházi Egyetem vagyongazdálkodási központjának vezetőjét és egyúttal a projekt felelősét. Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a nézőt! Nos, két cél már elhangzott a bevezetőben, a felkonferálásban, de van egy harmadik nagyon fontos cél is, amennyire én tudom, nevezetesen az, hogy bent maradjanak az egyetemen a hallgatók. Így van, hál' Istennek az egyetemen futó projektek, és ez az FOP 3-4-3-as konstrukció is egyszerre több célt tűz ki maga elé, és valóban az elhangzottakon túl a lemorzsolódás csökkentése is egy kiemelt feladat. Nem csak a Nyíregyházi Egyetemen, de más hazai egyetemen is jellemző probléma az, különösen azokon az érzékeny szakokon, amik hiányszakmák is, tehát a matematika, természettudomány, műszaki, mérnöki. Jellemzően éppen azok, ahová viszonylag könnyű bejutni, tehát kevesebb pontszámmal be lehet jutni, bent maradni viszont. Igen, és gyakorlatilag a hallgatók különböző okoknál fogva, de viszonylag nagy számban hagyják abba a tanulmányaikat. Ezen próbál, ennek felderítésén dolgozik a projekt, és nyilvánvalóan olyan programokat is megvalósít, amelyek segítik azt, hogy ezen hallgatók mégiscsak befejezzék az egyetemet és megszerezzék a diplomájukat. Mik az eddigi tapasztalatok, hiszen ez már zajlik, ez a projekt? Így van, a projekt az 3 éves, és már most zártuk az első évet. Nyilván nem tanév, hanem naptári hónapokat számolva. Alapvetően amire nagyon nagy igény van, az azon túl, hogy különböző mentori vagy pszichológiai foglalkozásokat is tartunk, ha már a lemorzsolásról beszéltünk, azok ezen felül még a felzárkóztató kurzusok nagyon népszerű csomagot képviselnek. Gondolok itt arra, hogyha vannak olyan tárgyak egy adott szakon, amelyekből éppen bukdácsol a hallgató, nem mérte fel a jelenlegi tudását, és nem készült fel éppen arra a vizsgára olyan szinten abban a fél évben, akkor többszöri próbálkozás után nyilván ez is kedvét szegi, és azt mondja, hogy jó, akkor én ezt itt hagytam. Na most ezen segítenek azok a plusz kurzusok, amelyeket az oktató kollégák szerveznek kifejezetten a hallgatóknak azért, hogy a következő vizsgára, vagy éppen a tanulmányaik mellett még plusz órákat kapjanak arra, hogy mind mélyebb legyen a tudásuk, vagy egész egyszerűen csak jobban megértsék az adott anyagot. A projektnek az egyik célja, amennyire én tudom, hogy a munkaerőpiachoz igazodjon a képzés, és valamilyen szinten azért biztosítsa is a végzetteknek a jövőjét, tehát hogy a munkaerőpiacon helyük legyen. Hogyan szolgálja ezt a célt ez a program? Igen, azon túl, hogy magán, ahogy említettük is, hogy a hiány szakmákra fókuszál, illetve azokat a szakokat részesíti kiemelt figyelemmel, az idegen nyelvű képzés is egy nagyon fontos eleme. Itt nem csak arra gondolok, hogy a hallgatók ingyenes angol vagy német nyelvű kurzusokat vehetnek igénybe, hanem arra, hogy az oktató tanárkollegák is idegen nyelvű kurzusokat fejlesztenek. Tehát gyakorlatilag most augusztus 31-ével elkészül 33 új olyan kurzus, ami egyébként a távoktatásban is remekül az új mai 21. századi követelményeknek megfelelő kritériumoknak megfelel, de ezek közül 13 idegen nyelven lesz. Egyrészt a hallgatók idegen nyelvű kurzusokra is járhatnak, másrészt külföldi hallgatóknak is megnyitjuk az ajtót. Eddig is voltak már ezen projekten kívül idegen nyelvi kurzusok, de ez egy nagyobb löketet adná ennek. Mennyire népszerűek ezek a hallgatók körében, mennyire érdeklődnek iránta? Igen, ez ugye azért érdekes, mert tekintettel arra, hogy ezek most fognak elkészülni, és ha nem is a szeptemberi, de majd a jövő februári fél évben lehet ezeket indítani, messze menő tapasztalatok nincsenek. Nyilván vannak külföldi diákjaink, a már meglévő idegen nyelvű kurzusokra jönnek, de arra eddig nem nagyon volt precedens, hogy a jelenlegi, tehát a mostani magyar hallgatóink mondjuk beüljenek egy idegen nyelvű kurzusra. Ehhez képest, hogy nagyon sokáig, és nem tudom, hogy pontosan most mi a helyzet, de sokáig az volt az egyik legnagyobb probléma a nyíregyházi főiskolán, most már egyetemen, hogy azért nem kapták meg a diplomájukat a hallgatók, mert nem volt meg a középfokú nyelvvizsgájuk. Így van, így van. Hát ugye nem csak nálunk, ezt ugye
halljuk országszerte, hogy ez viszonylag probléma. Hát én bízom benne, hogy nem azt mondom, hogy ez a mellékvágány, de gyakorlatilag az, hogy ő még extra kúzusokra beülhet, vagy éppen ha kedve tartja, akkor az adott tárgyat angolul is, jellemzően angolul, tehát ez a kiemelt nyelv hallgathatja, segíti az ő nyelvi fejlődését. És ugye arról nem is beszélve, hogy ezzel, hogy idegen nyelvű kurzusok nálunk is vannak, külföldi egyetemekre még könnyebben tud menni. És ha már ott kint tölt egy-két hetet, vagy pár hónapot, akár, ugye azt azért tudjuk, hogy hatalmas lehetőség a nyelvi fejlődésben. Tehát akár Erasmus programban, pedig egy mesterképzést, vagy egy mesterkurzust külföldi egyetemen. Mind a kettő működik. Nyilván az egy másik projekt, de alapvetően természetesen az egyetem életéhez tartozik, és nagyon is összefügg ezzel az általunk említett tudásfejlesztéses projekttel. Ugye említettük, hogy része a projektnek, hogy feltérképezik, hogy mi miatt hullanak ki a képzésből hallgatók. Ha már ez kiderül, akkor mi a következő lépés? Nyilván sejtéseink vannak, meg előzetes tapasztalataink vannak, hogy ez miért is történik, nem csak nekünk, hanem a pályázat kiírójának. Tehát itt amire már jelenleg is fókuszálunk, az, hogy a hallgatóknak az életminőségét, ha lehet ilyen furcsán fogalmazni, javítsuk, gondolok itt arra, hogy nem is a tudásfejlesztéshez, hanem inkább az egészségneveléshez kapcsolódik, hogy a hallgatóknak jóval több lehetősége van arra, hogy sportoljanak. Mondok egy példát, a projekt lehetőséged arra, hogy megfizessünk egy buszt, ami elviszi őket egy sítáborba, vagy kispályás foci bajnokságokat, vagy kosárlabda bajnokságokat rendezünk, vagy vásárolunk jó pár kondicionálógépet, és a többi. Tehát, hogy gyakorlatilag a projektnek, nem tudom, az öt kiemelt céljából az egyik az, hogy mondjuk az egészségnevelés az fontosabb legyen, de úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy egy hallgató azt mondja, hogy mégiscsak befejezem az egyetemet, mégiscsak itt maradok, tetszik nekem, jó itt lenni, stb. De emellett ugye a már említett nehezen megy a tárgy, és jó lenne segítség című felzárkóztató kurzusok szintén érdekesek, és a szintén ugye az elején tettünk említést arról, hogy igen, a hallgatói lélekkel is foglalkozni kell. Igen, beszélgessünk a hallgatóval, mi a célod, mi szeretnél lenni, hogyan leszel te motivált, és nem kell elkeseredni, hogyha valami nem sikerül. Itt vagyunk, segítünk, gyere és csináljuk együtt. Ugyanakkor lehet, hogy éppen a legmotiváltabbak mennek el legkorábban dolgozni. Igen, ugye ez is, azt mondom, hogy a munkaerőpiac számára nem, de az egyetemek számára sajnálatos tendencia, hogy már diploma előtt, tehát akkora munkaerőhiány, hogy már diploma előtt elviszik a hallgatót, mert hát jó érettségje van, mondjuk így a múltit nem is biztos, hogy érdekli, hogy milyen diplomája van, hol szerezte, ha jó szakember, tanulni képes és beszél idegen nyelvet, ugye ez egy kritérium ma már. És kellően ambiciózus. Így van, akkor ő meg fogja állni a helyét, és az adott cégre szabott speciális tudást, azt pedig megszerzi. Nyilván itt most nem első éves hallgatóról beszélek, aki még az alapokat nem kapta meg, de igen, ugye egy 3 vagy 4 éves képzésnél már mondjuk egy másodéves bír azzal a tudással, ami mondjuk elegendő lehet a cégnek. Hát nyilván nekünk, mint egyetemi polgároknak az a dolgunk, hogy a hallgatót afelé tendáljuk, hogy igenis fontos az, hogy meglegyen a diplomát, szerez meg, jó, sose tudhatod később. Mivel tudják meggyőzni? Hát ez egy jó kérdés, ugye a tanév a szeptemberbe kezdődött, és gyakorlatilag egy jó fél évünk telt el a pszichológus kollégáknak, meg úgy egyáltalán a mentor kollégáknak, hogy egyáltalán feltérképezzék, hogy mégis mi lehet még a kiváltók, és mikkel lehet motiválni. Hát ez szerintem a következő évnek lesz a tanulsága, vagy a konklúziója, hogy mégis mivel lehet, mi a sok-sok elem közül mi az, ami mondjuk hatásos, és tényleg a hallgatók azt mondták, hogy hát igen, ez akkor tényleg maradok, mert ez volt az az indok, ami miatt én is. Hát nyilván a közösség fontos, az, hogy a tanár az hogyan áll hozzá, ne csak egy ilyen, hogy is mondjam, mint egy főnök beosztott viszony legyen, hanem egyfajta baráti vagy emberi viszony még jobban kialakuljon a diák és a tanár között. Egyébként tartalmaz a projekt ilyen elemet? Tehát, hogy az oktatókat abba az irányba fejleszteni, hogy így mondjam csúnya szóval, hogy hallgatóbarátabb legyen az oktatás, és abszolút arra motiválja, hogy bent maradjon és végigcsinálja. Igen, azért is egyik kedvelt projektem ez az egyetemi projektek közül, mert itt nem csak az van, hogy a hallgatók számára
fejlesztünk, hanem a saját oktatóinkat is fejlesztjük. Nem csak azzal, hogy ő is még jobban beszéljen idegen nyelvet, tartson előadást, stb. Hanem pontosan ez, amiről az előbb tett említés, hogy igenis hogyan kommunikáljunk a hallgatóval, vagy hogyan bánjunk egy mai, nem is tudom már, Y-generációs fiatal, ahol tartunk most. Tehát igen, ez is viszonylag tetemes része a projektnek, hogy a mi saját kollégáinkat, ugye 100 feletti kollega van bevonva ebbe a projektbe, szintén ilyen jellegű képzéseken átessenek, ha lehet így fogalmazni. Kíváncsian várom a projektnek a zárását, illetve az eredményeket. Nagy Zsolt, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.